szeretettel köszöntök mindenkit. Először mondanám, hogy ma este 6-tól a SZKITA TV-nek megint lesz a szokásos heti műsora. Ha majd valaki teheti, akkor nézze meg, feltétlen ez a kérésünk. És bemutatnám Alexander Horschot és Parami Mártát, akik együtt fognak itt föllépni. Alexander Horsch egy ekteszt kita ember, aki véletlenül Németországba született, de megtalálta az eredeti hazáját, Magyarországot, és mennyi 25 éve? Mennyi ideje? 37 éve élt nálunk. Ez alatt az idő alatt elsősorban a zenével foglalkozott, 32 hangszeren játszik. 37. Most már 7. Ami mint az év, igen. Igen, mert én legutóbb, mikor találkoztam velem, is csak 32. Fejlődik, dinamikus, fiatal, tehát ő mindenre képes, minden jóra. Úgyhogy legközelebb, ha találkozunk jövőre, akkor már 40 fölött lesz a hangszerek száma. Jó? Amire fölhívom a technikát, hogy minden egyéni. Minden hangszere majd meg kell nézni, egyéni a játéka, tehát nagyon különleges. És ami nekem nagyon tetszett neki mindig, hogy én is felfedeztem, ő is felfedezte együtt, hogy a kőkorszakban meglévő csonthangszeren, amit a szeret a barlangban találtak 35-40 ezer éve, majd erről mesél, azóta van már máshol is ilyen hangszer, amin a világon ő az első, aki a pentaton dallamokat el tudja játszani. A világon az első, tapsoljuk meg, nincs még egy ezt a világon. Aki ezt meg tudja játszani, nekünk majd el tudja játszani. Ami annyit jelent, hogy olyan intelligencia volt a kőkorszakban, nem véletlenül. Csak mondok egy példát, hogy Oroszországban van például egy 4000 tonnás kő, ami 6 darab kőre van föltéve, meg van csiszolva, téglatest alakú, hogy tették ezt föl. Ma hány darú kéne, és ez egy erdőben van kint. Tehát a kőkorszaki dolgok annyira fejlettek, olyan eszközök voltak a kőnek a fölállítása. Nemrég jártam Mongóliába, és ott egy 5000 éves bronzkori temetőben olyan szkíta szarvas láttam, ami a zöld halom pusztai szarvasnak felel meg. A zöld halom pusztai szarvas, amit jelenti, hogy ez a világ legnagyobb szkíta szarvas aranylemezből. Tehát itt egy szkíta központnak kellett lenni Magyarországon. És ugyanez a motívum 5000 évvel ezelőtt, és ott a temetőben függőlegesen állt, egy méter mély volt a föld alatt az oszlopnak, 3-4 méter magas volt, 30 cm átmérőjű, szögletes, téglatest alakú, és 5000 éve nem károsodott a belevésett szkíta szarvas, ugyanúgy a szarva hátra, az első lába befelé, a hátsó lába alá menve. Tehát csoda dolog, a szkíták itt élnek közöttünk. A kőkorszakban ugye van egy hódmezővásár mellett a kökénydomb, és a kökénydombnak van egy tudományos vizsgálat, ami nálam van, ez a kiskönyv egy dolgozatot írt belőle egy ember 1939-ben, és lábjegyzetben leírja két mondatban, hogy a gyönyörű szép kőkorszaki agyagszobrok mellett találnak agyagedény töredékeket, ami tele van szarvas motívumokkal, agancsal és mindenben. Tehát a kőkorszakban, a Kárpát-medencében itt éltek a szkíták, a kőkorszaki emberből lett a szkíta, abból a hun, az avar, magyar, és ebből lett Alex is. Tehát itt van, csak egy kicsit kéne Németországban, de utána visszajött Magyarországra, és így van közöttük. Jó? Ennyi bevetek, utána átadnám a lehetőséget, hogy akkor halljuk a két. Rólad nem tudtam most sokat mesélni, de majd utána, jó? Köszönöm. Nagyon köszönöm, Alfred, és nagyon köszönöm, ha eljöttetek. Egy pár szó, ő a Bogonyomától, festőművész, és együtt fogunk zenélni, nem végig, de egy picit, de egy kicsit a viszont lehet visszavinni egy picit. Egy, kettő, nem volt az a baba, itt viszont, egy, kettő, jó, itt. Még egy pár szó magamhol, mondtam, a 37-féle hangszeren játszom, nagyjából őket készítem. 85 alkotom volt NDK-ból Magyarországon keresztül, nyugat-németből diszidálni, és itt megismertem a volt feleségem, és ő a Hóha Magyarországon, és ő a magyar néptánc együtteseknek a hóhatervező volt.
és elvitte a magyar táncházba, és ott a táncházba pont a TK együttes, az összes magyar népszenet csinálta a bemutatót, és mikor láttam ott ezt a zene, és ezt a hangulat az emberek, én tudtam, én nem megyek sehova tovább, és azóta itt vagyok. Azóta nem mentem sehova tovább. Egyébként tudtam, mikor 7 éves voltam, ha Magyarországon fogok élni, és 12 éves, mikor voltam még egyszer erősebb, tudtam, ha itt fogok élni. Most egy picit itt magamból, édesanyám orosz, édesapjám német, két anyanyelvem van, és a harmadik ez a magyar nyelv. Ezen egyébként még mindig akcentusot beszélek, de a leggazdagabb tudok magamat kifejezni. 37 év itt élek, 25 éve Németországban éltem, és most egy kicsit szeretnék a zenehoz élni. Magyarországon találtak Zala megyén a legidős csonthangszer, ami a világban van. Itt tőletek balra, tőlem jobbra, ez az a legidős csonthangszer. Ez még idősebb, mint a csonthangszer az istáros kőbarlangban, amit találtak, ami 29 ezer éves, ez 30-től 60 ezer éves. Ez a csonthangszer. Én előtte már kezdtem olyannak készíteni, mert én régen barangáztam aktívan, és mindenféle találtam olyan csonthangszerek, és érdekelt. És amikor Zala megyén voltam, ma ott szóltak nekem, menjek a Göcsei Múzeumba, ott a restaurátor, a fő restaurátor, a Bavő András talált egy csontát, és ő mondja, ez hangszer. Én az én hangszerem alá vittem, és utána néztünk, csak csodálkoztunk. Jobbra tőletek van az új hangszer, és a balra tőletek itt a régi hangszer. Nézzetek a pontosság, milliméter pontos. És én csináltam, és még nem láttam az eredeti példányt. Utána annak a hangszernek, ami itt van, itt összerakta, ami hiányzott a luk, mint a fuvula, a luk, mint egy fuvulának a luk. És mi csak néztük, és az a restaurátor mondta, én voltam ez az ős ember, mondtam lehet, de van egy másik még, ez mutatja a kőkori embereknek, hasonló méretek voltak, mint nekünk, mert én úgy készítettem ezt a hangszert, hogy nekem a jobb kezemnek kényelmes és a bal késznek játszani. Nem túl nagy, nem túl kicsi, és pontosan ez a hangszer. Utána, mikor ezt a hangszer itt készítettem, én megmutatom, hogy lehet volt játszani, még érdekesebbség arra ahhoz fűzve megmutatom nektek, ami nagyon fontosnak tartom, a szkítákhoz tartozik. Én akartam ezt a zene a magyar világörökségbe regisztráltatni, az UNESCO-hoz mentem is mindenhol, utána kiderült az UNESCO, nem a, ő a sötét oldalnak szóltal, és mint ezek a kincsek, nem akarják, ha az emberek ezt tudják. Utána én ezt a saját és a magyar kormánytól, a régészeti múzeumtól nem kaptam támogatást. Ez az ember, a Bavő András, aki kitalálta ezt a hangszert, kibocsájtottak szépen a Göcsei Múzeumban, jó van most Skanzenben, Zalaegerszegen a vezető, de ott kiment, de amit mi csináltunk, én utána rájöttem, ezt a saját kezembe kell fogni az egész. Az eredeti példánytól adott nekem egy pár csont maradékok, én elvittem Bécsbe a Klaus Dana, egy régész, ott Tajvánjába küldeték, ott csináltak egy Carbon CT14-es tesztet, és kiderült 30-tól 60 ezer éves. A legidős csonthangszer tovább megy, utána én kapcsolat felvetettem a régészeti társaság, a geológia, a nemzetközi, a magyar szépen kihagytam, mert tudtam, itt a fekete orosz nemesek a hátul mögött nem akarják, nekem nincs veszteni való, engem sehova nem lehet, nem tudják kihúgni, mert szabad előadó művész vagyok és önfenntartó. És bejelentkeztem, Berlinben volt egy világkongresszus a kőkori csonthangszerekről, az egész világból.
befogad, én belülbe felnőttem, németül tudok beszélni, beengedték, meghívták. Utána, mint magyar képviselő, megmutatom ezt a hangszert, a papírok, minden, a kapon, CT14-es tesztet, minden megcsinálva, itt van, tessék, és a zene, amit fogok megmutatni. Megmutatom nekik a felépítés, a kozmosz, a 432 hz meg fogok beszélni. Elismerték az egész világban, ha Magyarországon a világon legidős csanthangszer találtak, 30-től 60 ezer éves. Az én munkám volt. Sikerült elérni. Ott a tudósokat volt, japán tudósok, Ausztráliából, Kanadából, orosz, lengyel, minden honos tudósok, és én voltam a magyar képviselő, és utána mondtam itt, nem mondtam volna. Magyarországon nem kaptam támogatást. Egyetlen egy ember nagyon segített, a Regős József. Ő az istálos kő balangi, a Szilvásvárodon nagyon lelkes habi régész, és ő ott segítette nekem. Elismerték, ha Magyarországon ezt a hangszert találtak, Németországban a kultúrminiszter hívott engem, és kérte engedélye, ha iskolákban oktatják ezt a hangszert. Volt Németországban Steinzeitpark, Dithmarschen, Kőkori Park, nagy bemutató, tévé, minden, és itt kiment az egész világba, elértem a célomat, nem váltam másikra, hogy csinálják, a saját kezünkbe kell fogni azt, amit akarunk. Elértem. Egy évre tartok, végig jártam. Utána itt volt Magyarországon egy kazasztáni ember, egy regész, a professzor Dr. Fim Altinbikov, ember, SZKITA ember aranyban, kiállítást csináltam Magyarországon, ember aranyban, ott én tolmács voltam, néha tolmácsoltam neki, mert édesanyám orosz, édesapjám német, ki anyanyelvi szinten ott oroszul beszélek, és tolmácsoltam. Neki mutatom a luluk, még a fifik is lesz, csak most a luluk. Neveztem a hangszer luluk, valamilyen neve kellett adni, két luk van benne, luluk. Mindjárt megmutatom. Ő mutatta nekem egy nagyon érdekes dolog, ők ástak SZKITA kurgának sírhalmak. Ugyan ezt a hangszert találtak a SZKITA sírhalmak. Átküldötte nekem a kép, azért érdekelt őt annyira. Ugyanez a hangszer itt most a más oldalon, ez küldött nem régen, átküldött a képek, mint a luluk. Ez jelenti, a SZKITÁK ismertek ezt a zene, ami 30-től 60 ezer éves. Ők is játszottak, és lehet rekonstruálni a SZKITÁK milyen zenét játszottak. A kőkori emberek, én kutató munkát végeztem egy év, a mindenféle ősnépeknek gyűjtettem a zenét, tanultam, és minden utána rájöttem, ez 432 hz, még kicsit több arra fogok beszélni. Na, most egy előre ez a lényeg. A SZKITÁK ugyanezt a hangszer játszottak, csak egy valami sokasszor díszítve. Díszítve, ez egy lefagyasztott kurgánban találtak, a színek még milyen szép, de a hangszer ugyanaz. Mondta a Krimatibikov, a méret ugyanaz. És most megmutatom ezt a hangszert. Megmutatom, hogy szól. Itt van még más hangszer, olyan, amit itt készítem, még több megmutatom. Ez az a hangszer, a marha lábszacsont, szürke marha, régen is olyan tulok voltak, ne adtam luluk a nevemet, luk, valamit kell találni. Bármilyen zene eljátszom ezen a hangszeren, bármilyen zene, bárhol elkezdem, ez döbbenetes, egy ekkora darab csanttal minden zene lehet eljátszani. Ezt kiteszteltünk, 15 km messzeből haladszik egy irányba, 15 km a más irányba, 30 km átméret. Ez régen, mint mobil használtok a jelzést, ha tudtok kommunikálni. És most megmutatom, milyen zene valószínűleg 100% soha nem lehet mondani, de azok az emberek, ők benne érzelmileg ugyanaz lezajlott, mint most bennünket. Ugyanaz.
a kész méretek is minden voltak, ez a ember homo sapiens faj akkor is volt, ők valamit még jobban életre való voltak, mint mi, mert túlélni kellett a természetben, és azok az ős emberek, nekik volt atlantiszi tudás. A galaktikus, kozmikus tudás. Olyan festmények találtak a barlangokban, hogy csillagképek voltak többje ábrázolva, lerajzolva voltak UFO leszállások, és ez tény. Most megmutatom ez a hangsz, ahogy szól. Ez nem kell mikrofon, fölállok, és egy kicsit játszom rajt. A hívás! A válasz. A molskála a pentatónika. A pentatónika, a diatónika lehet, most még egy meglepetés játszom rajt. Ezen a hangszeren majdnem ugyanolyan szabadon tudok zenélni, használni, mint a saját hangom. Arra még is fogok megmutatni. Thank you.
ami érdekes, ez kicsit most nagyon a Nikola Teslahoz megyünk. A Nikola Tesla mondta, ha akarsz a titok tudni az univerzumnak, hogyan teremtették, foglalkozz a 3, a 6, a 9. Minden csont, amit készítem, bármilyenféle csontika használom, ezt is fogok majd megmutatni, bárhol kivágom, mindig vagy C 432 Hz, vagy A, vagy G, vagy B, de mindig 432 Hz. 4, 3, 2, ez 9. A világteremtés van benne ezen a számon. A 432-es rezgés egyensúlyban van a mi testünkkel, az anyaföldel és az egész univerzummal. Ez a régen is. A csontjainkban van 432 Hz. Most szeretnék meg megmutatni egy más hangszer, ami az istálus kőbarlangban. Ez az a luluk. Még egyszer, ez az a luluk. Ez egy másolat a istálus kőbarlangi hangszer, ami a Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban van. Ez egy másolat, ez a Regis József csinált, ott írtak róla egy könyvet. És utána kiderült, ha ezt a könyv írtak, hogy lehet rajt játszani, nem lehet rajt játszani, mert kipróbáltam. Utána a Regis Józsi csinálta egy olyan, mint régész. Én kicsit még javítottam, preparáltam, és utána kiderült, hogy nem lehet rajt játszani, és mondtam, gyerekek, ez a könyv, ez kamu. Hova megy a pénz? Itt kell rajt játszani, nézzetek, itt kell. Megmutatom nekik. Az eredeti példány egy barlangi medve, bocs, lábszár csontból van. Ez az, mondom, a másolat, és most megmutatom a fifikat. Mikor voltam a Budapesti Nemzeti Múzeumon, a Lulukon, akartam ott mutatni és minden, ott nem elismerték a munkám, ott volt egy egyetemista, nekik ugyanaz elmeséltem most, mint nektek, és nem tetszett nekik. Egy egyetemista egy fehér nájlonzacskóba adott volt nekem valami. Utána mondta, valamint szárt nyelven beszélt, én értem, mert hosszul, mondta, nincs ki otthon, hogy doma. Otthon kinyitottam, a szávektől egy könyv, a régészeti könyv, és ott volt a különböző csanthangszeret ábrázolva, és ott volt egy 14-16 ezer éves olyan csant, ahogy csináltam egy másolatot, egy birka lábszár csant, és ezt most megmutatom egy röviden. Ez is olyan hangos. Nyitott síp, nyitott, mint a török nehéz játszik, ez a fifi. És most, akinek gyenge a idegszet, az idegek, tartsa magad, egy nagyon érdekes dolog fogok megmutatni, kínálni, feltállalni. A magyar nyelven mondják lábszárcsont, a lábszárcsontnak sípcsont. És a Regis József ősein elszállt, mint én, ott felbuldózeroztak az utat, és találtak egy csontvázat. Egy ember csontváz, körülbelül 300-400 éves, a buldóze minden tönkre szétvágta, de a sípcsont épségben maradt.
a Regis József adott nekem a sípcsontot, és mondta, Alex, csináld majd egy hangszalból, ha a magyar nyelv igazság legyen, mert magyar sípcsont a mai Tibetben, és a szerzetesek embercsontból csinálnak hangszerek. Ez tény. És ez, a, ez egy 50-60 éves nő, körülbelül 50 éves nő, 1,50 magas. És én egy éve, mikor kaptam a csontot, nem tudtam egy hangszert csinálni, mert ez egy etnikai dolog, a tisztelet a léleknek. És én kértem a nő, a léleknek engedélyet, és képzeltek el, ő mondta nekem, súgta, várjál, és volt egy nap, dél volt a nap, a legközel volt a földhoz, és teli volt is látszott. És mikor volt a hold a nő energia, és a férfi energia, és az anyaföld a legközel álltak, akkor kaptam engedélyt ezt a hangszert készíteni. És ez most nem mindenhol megmutatom, de tudjatok, ez egy magyar, a Szilvás Távodon találtak, és engedélyt kaptam, ha tudok ezt a csontot használni, ha tudjunk a magyar nyelv, azért egy sípcsont, ha ez tényleg itt van, megmutatom. A felnőtt férfi testnek a rezgés, ez D, 432 Hz, plusz mínusz egy hang C, D, E. A női test, felnőtt női testnek a hangja, a rezgés, ez G, plusz mínusz egy hang F, G, A. Ez a, ez a hangszer, ez A-ban van a csont, 432 Hz, női test rezgés, ez. C, 432 Hz-es rezgés. Tiszteletet, itt szól egy emberi nőcsont, 300-400 éves Magyarországon találtuk. Ez egy óriás tisztelet, ha olyan rezgést tudunk életre idehívni. Ez egy nagy felelősség és tisztelet is. Köszönöm, ha értjétek. Most egy más ősi hangszer megmutatunk, egy nagyon régi, szeretnék megmutatni, a tilinkó. Ez egy nagyon gép hangszer. Majd utána mi leszünk, és a Márki, aki megtalálod, ott a két oknak jó, szuper. Majd dobogom, majd dobogom. Ő fog játszani. Három, de most először fogok játszani kicsit. Tessék. A tilinkó, az összes népek a Földön használnak a tilinkót, ahol a természetből tudnak nyerni hosszú csövek. Ez egy elterjedt hangszer az eszkimók, az inuitektől a déli Fidzsi sziget. Mondom, mindenhol a természetből növényekből, vagy csontakból hasonló csövek találtak, a brazil őslakok tilinkóznak,
a magyar népszenek nagyon fontos szerepe játszik a tilinkó az altájban, a sámának altájban, a tilinkó a hasznának arra a jó időjárást hozni. Én mikor 34 éves voltam, én a földkömb körül stapultam, egy évig úton voltam, ott 3/4 év Mongóliában voltam, Észak-Amerikában, a Kanada, az indiánoknál voltam, Közép-Ázsiában voltam, és így látom, ott is tilinkóznak mindenhol. Most mondom, a tilinkó egy felhangfúrja, nem lehet hibázni a tilinkóval. Azonnal siker élmény van, egy ideális hangszer a gyerekeknek. Most megmutatom először, mit lehet a tilinkóból csinálni, utána egy kicsit összekombinálva, és utána hárman itt fogunk tilinkózni, de most először itt megmutatom. Ez először így. Ugyanezen a tilinkó hangnemű fognak játszani, nem lehet hibázni, nem lehet rontani, mindig jó szól. Ez egy ideális hangszer, aki akar tanulni, ideális hangszer a gyerekeknek. Óvodákban mindenki azt játsza, amit akarja, és mégis jó szól.
és a Máté fogta hangjátszani, és a kedves korát, amikor ide érkeztem, nagyon rosszul voltam, de nagyon rosszul. A fej majdnem itt a hón alatt vittem, fél óra alatt helyhozott, és ott kezdtem tisztelni ezt a tudást, ahogy működik, az a bölcsesség. Kezdtem komolyan tisztelni, mire képes egy ember, ha itt egy fél óra alatt egy másik útot helyrehozni. Csodálkoztam. Azóta egy gyűrűlök. Köszönöm. Hogy életünkben akkor találkoztunk először, és egy padon most tudjuk először. Spontanitás és kreativitás, tehát ez a magyar. És a Máté mély vízbe dobtam, ő nem tudta, hogy lesz dagombolás. Egyszerű típus. Itt a mikrofon közel, tudod, ha ez köztünk van, itt a fejünk közül, és már egyszerű, te hallgatsz, és utána beszállsz. Szene lehet játszani, amit mi tudunk, ti is tudjatok. Olyan klinikok eladó van, ott kint ült a második nap. Először van a kezembe ez a tényleg. Gratulálok, köszönöm szépen. Most mondtam, az a rokonságok, az összehangulások, vagy hogyan együtt vannak a hangok, a tilinkó, a torok éneklés és a blues diatónika. Nagyon érdekes. Utána még tovább legyen. Még egyszer csak röviden megmutatom a tilinkó. Érdekes lesz. Azt a hasonlóság. És most megmutatom. Thank you.
ugyanaz. Sok más ritmus. Én régen blues-szállamokat voltam. Ugyanez a felépítése. Most vagyunk, most szeretnénk megmutatni az emberiségnek a legidős hangszer, ami mindenkinek van, a saját hangunk. Ma is egy kicsit elkezdtem a torokéneklés. Az ember képes egy időben két hangot tud elénekelni, és milyen szép a magyar nyelv. Énekelek, felébredem, öntudathoz jutom, magamat vállalok, énekelek, felébredem. Nagyon gyönyörű a magyar nyelv. Most a magas ének, ez a tuvai nemzetnek a világ örökség, ez a ének. Ugyanúgy, mint a magyar nemzetnek, majd kicsit később arról beszélek, most először ezt a énekem. A felső ének, ez a hőmely, két hangok egyszerre elénekelek, és a mély a kádra. Most a magas. No, wait, okay. No. Fontos hangszer a magyar hagyományban és más népek, a jakútoknak például. Akartam mondani, mindig, mikor egyszerűbb a hangszer, nagyobb a szabadság és a lehetőség, és 15-16 millió magyarok élnek az egész földbolygón, és nincs még egy más nemzet, mint a magyar nemzet, akinek annyira sok különböző eredeti népi zene megmaradt eredeti. És a Máti fogta dobon játszani. Először kicsit lassan kezdtem. Először kicsit lassú effektusok, megmutatom állathang utánzat, és minden is utána együtt fogunk játszani. Még a tavaszon csöpök a víz, és a víz lecsöpök a háztetőről. A kakuk. Állat, ami mindenki ismeri. Mm-hmm.
köszönöm. Beszélés lehet dohomban, szeretet a szerv, aki etet dohomban. És most kezdünk egy kicsit vadat. C432 Hz. A légzés, amit csinálok, ez az a holotrópikus légzés. A professzor doktor prágai pszichológus ezt kitalálta, a neve elfelejtettem, ő ezt kiderítette.
és ez a holotropikus légzés, 432 Hz, egy kicsit túl sok oxigén a szervezetben, aktiválja a toboszmirit, nagyon erősen, és lehet felszállni. Mert ez a légzés, amit ott csinálok, ez a bizonyos ritmus, ő adott a ritmus, és akkor viszi, és akkor lehet nem csak magának, az egész társaság, mikor együtt légzik. Ezt tudják az inuitok, a sámának tudják, az ősnépek tudják, az itt lehet egy más tudat szinten elérni ezen a, egy olyan kis időszak. Most megmutatom a druida, kelta dob. Még egy dolog. Ez nagyon izgis lesz. Ez a kelták magukról mondják, mi a szkitáktól a leszármazottak vagyunk, ez fény, és a kelta nyelven látom egyszer, énekesnő mondta az ő fugulistának, csinálj csak, és ő kezdte fugulyázni. Van ott hasonlóság, és nekik van, nekem nagyon tetszik az írek, egy szabad nép. Kitaláló, feltaláló, mint a legtöbb feltaláló a világon, a magyaroknál van a legtöbb feltalálók. És ahogyan a druidák, az ő táltosok, ugyan dobonok, ez most megmutatom, ez egy dobverő, két oldal használom, a végtelen fonal a 80 benne, és mit lehet abból kihozni? Most fogjátok látni. Okay.
fiaknak a... Van négyféle technika, olyan pörgés technika, és nekem ez a 8-as fonal nagyon tetszik, ugyanúgy, mint a barantás, akit a kardal is minden a végtelen 8-as fonaljuk védekeznek magukat. És ugyanaz, csak kicsiben. Ugyanaz. És most átmegyek a magyar népzenehoz, egy kicsit kavalan eljátszom, kavalan, és a Mária dolgoz. Ez egy moldvai csángú kaval, majd megmutatom még egy pár érdekességet. Most csak itt szeretnék a moldvai zene, ezt imádom a moldvai zene, ezt V432 Hz-es csináltam, és ez a kaval, ez most szólni fog. Táncene. A László Istvántól tanultam egy moldvai csángó kabal fogják ilyenkor jutóhoz, ő a mesterem volt. 8 éve a Tatvos együttesben játszottam, ott kabosz játszottam, kabal, tilinkó, főleg kabosz, és nekem ez a zene nagyon tetszett. Tetszik, és ezt most megmutatom, ott is olyan ritmusok van, a szívütés és a levegő légzés, majd a gyimesi zenében ezt fontosabb megmutatom, elmagyarázom. Ugye a magyar-magyarász, nem a német-németezik, a magyar-magyarász.
és van a fúja, ez most mi csak két zenész vagyunk, zenészekkel, egyébként ott három zenész, egy fúja, egy primás, egy dobos, és egy húvas hangszer zenész, egy kobosz, egy hasonló hangszer. Én most egyedül fogok fújázni és kobosz játszani, és a Máté fog dobolni a kecskés, a 7-8-as. Két há, és utána beszáll a kobosz. Legyek nem akarunk itt. Vannak Moldvai Csángú dohomszenészek, őktől is tanultam egy dohomdal, ezt röviden megmutatom, utána a Kobzukival folytatom, mert csak ez egy etnográfiai érték a magyar nemzetnek a dohom. Thank you.
Haladszatok a ugye a kockékot? És most egy ismerőstől röviden elénekelünk a Túl a vízen, aki akarja, együtt énekelünk egy picit. Ez a húvas hangszer, ami a kezemben van, ez egy saját kitalálmány, ez egy kapzuki. Ott van benne a kabasz hangolás, a CGCF, vagy DADG, vagy GDGC, Open C, Open D, Open G. És a írbuzukinak a lapos, ez egy lapos buziki, az írbuzuki lehet mondani, mint egy haszonyakú mandolin, vagy ez, mint egy mandócselló. Csak haszapanyag egy kicsit, ez a hangszerek nagyon hasonlítanak egymásra, és itt hangoltam a test C-be, 432 Hz, ez is a saját ötletem, megmutatom röviden. Ez C, ha megfogom a húrok, akinek jó föl kihallja a test, és C-ben hallatszik. Arra vannak a kis segítő kis lukok, itt a hangoló lukok, hangoltam a test, és most elénekelem. Ha túl a vízünk ki, akkor a beleszálljon. Itt valami leesik. Ja, itt megvan. Húzzál, itt szíves. Köszi. Na, itt maradsz. Ott a doboz jön. Mert a doboz. És utána, ha kérdések van, vagy mi kíváncsiságok, szívesen válasz. Nem tudom, mennyi időt zenéltünk, egy óra vagy? Bármennyi. Mert? Jó, jó. Akkor most egy pár, vagy még egy kicsit gyorsabb valami a kobzukival játszunk. Jó, egy picit lassan kezdem, és utána gyorsan. Szegény Máti. Festőgyűrész Thank you.
és most egy pár egzotikus fúvós hangszerek, ami nagyon ütős. Ez egy saját kitalálmány hangszer, ez egy hosszú fúrugla, Szalay Somogy megye, Baranyai megye a hosszú fúrugla és a kavalnak az ötvözet, és ezt duplán csináltam. A néphajszoltatók mondták, nem lehet összerakni a Szalay hosszú fúrugla a moldjai kavallal. Én mégis megcsináltam, mert nekem nem lehet, olyan nem létezik. A lehetetlen és a lehetetlen azonnal, és a csodák egy kicsit később. És ez most megmutatom ezt a hangszemek. Ezt a hangszert duplán, és ezen a hangszeren egy bulgár zene játszani, Szalay zene, moldvai zene. Most megmutatom először egy rövid saját improvizáció, és utána Szalay zene és moldvai zene.
szépen! És most egy más érdekes hangszer. A dupla fú. Ez egy dupla fúgója, de itt tudok magamat a hangot kísérni, játszani, kontrázni tudok. Röviden ezt megmutatom. Szívesen adunk választ a kérdéseknek, és még egyszer nagyon köszönöm, most mi itt befejeztünk, mindjárt a Dr. Pucsarfét nagyon köszönöm, a SZKITA Egyesület, kinek tagja vagyok, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a hangtechnikusnak, a kedves borátom, aki csúcsorvos időgít. Nagyon köszönöm a Baranyai Mátinak, aki a végig volt, és a végtelen szépen. És a legnagyobb nagy köszönöm nektek, ha eljöttetek, és ezt tudok mondani, hát holnap ott leszünk még kint, eladom a hangszerek, aki akarja tilinkók venni, ott különböző hangszerek, a Máté a szép festményeit, és éljen a magyar, nagyon rájött az ideje, ha öntudott, ha felébredünk, ha magukat vállaljunk, ha kihagyunk a félelmet, a félelem egyébként, én se beoltva, nem engedem az oltást, se tesztelve, nem engedem a testem tesztelni. Semmi koronavírus nem volt nálam, 3 éve egyébként ember közbe járok. Ez mind, amit az ember itt beszélt, átverés. Lejárt az idő magunkat, mint magyar, mint szkíta nemzet átverni. És ha tőlünk, most nem találok más szót, hülyek csinálnak, kihasználnak, lejárt az idő. És most, ha itt van most az idő, ha felemelünk magunknak, ha felébredünk, ha visszaemlékezünk, ki vagyunk mi tényleg, ha összetartozunk, és ha építsünk egy új világot. Úgy látszik, 26 ezer év a régi világ nem vált be, egy új világ ide kell. Azért itt vagyunk, ha ezt együtt megcsináljuk. 19 éve fénymunkás vagyok. Még egy pár szó, a tejútrendszerben van körülbelül 400 milliárd csillag. 400 milliárd csillag. És nekik bolygók van. Az univerzum hemzsek az élettől, hemzsek. Csak a csillag, ez abból nem beszél senki, mert ha az emberek ezt tudnak, összeomlani fog.
itt ez a rendszer, ami most létezik, Ánikormány, Illuminátiak, Bilderbergerek, stb. Stb. Körülbelül 200 millió szupercivilizáció csak vannak a tejútrendszerünkben. A plejádiak vannak, a aktósziak, líriaiak, kékavianok, stb. Stb. Akik már régen figyelnek ránk. Van negatívak, az alkantok és a negatív reptiliának. Nekik is lassan lejárt az idő rólunk élősködni. Az egész rendszer arra van felépülve, ha rólunk élősködnek, és minden politikai rendszer, minden vallás nekik a bábú, a szolgált, nagyon jó fizetett szolgált, szolgálok vannak a sütit oldalnak. Igen, vegyünk, a felnőtt emberek vagyunk, vegyünk a saját sorsunk a saját kezünkben. Rájött az idő. Köszönjük szépen! Én a magyar, én a szkíta, én minden ember és minden nemzet és minden élő a Földön. Van kérdés, mondjad? Persze. Igen. Itt is utána annak? Mindjárt. Még hátér legyen. Eljél le! Jó, kezd, igen! Pacho, Pacho, Pacho!